Ételosztással tiltakozott egy miskolci civil csoport az ellen, hogy a város fideszes polgármestere levelben utasította el a gyerekeknek szánt ételosztást. A gyermekétkeztetési alapítvány májusban szeretett volna Miskolcon meleg ebédet osztani, de Kriza Ákos polgármester úgy reagált, nem szeretné, ha a város emiatt kerülne a figyelem középpontjába. A Miskolcnak hangja van Facebook csoporthoz több helyi civil szervezet, a baloldali pártok és a gyermekétkeztetési alapítvány is csatlakozott. Gyűlnek a zsákok a tér közepén, az asztaloknál fehér karszalagos önkéntesek kenik a kenyereket és vágják a zöldséget. Én úgy jöttem el, pedig én sem vagyok gazdag, hogy két nagy tepsi sütemény külön nekik sütöttem. Közösségi oldalon szerveződött civil csoport tagjai is sürgülődnek, a kordonon túl pedig több száz ember várja, hogy élelmiszeradományt kapjon. Az ételosztás tiltakozása miskolci polgármester levele ellen. A gyermekétkeztetési alapítvány szeretett volna májusban Miskolcon ételt osztani, de Kriza Ákos elutasította kérésüket. Azt írta, nem szeretné, ha ilyen akció miatt figyelnének a városra, inkább a gazdasági sikerekkel szeretnének kitűnni. A Miskolcnak hangja van csoport, nem ért ezzel egyet, ezért szervezték az ételosztást. A szegénység nem bűn, a szegénységet igenis transzparens módon vállalni kell, mert nem biztos, hogy mindenki a saját hibájából csúszott oda, ahova csúszott. Percekkel a tervezett osztás előtt a sok száz ember egyre türelmetlenebb lett. Figyelem! Három lépést hátra! A szervezők mellett megpróbálta a rendet fenntartani a gyermekétkeztetési alapítvány elnöke is. Király Gábor azt mondja, megérti az emberek türelmetlenségét. Borzasztó nagy, nagy a félelem az emberekbe, hogy két órát álltak sorban, nem fognak kapni enni, és ezen a félelmen nem lehet fölülemelkedni, mert itt éhes emberekről van szó. A szatyorban tészta, liszt, konzervek, mellettük egy-két csoki tojás is van. Egy kis élelem megoldja egy-két napi gondot. De viszont a továbbiakban is megköszönném előre is, de ebben a nagy tömegben sajnos nincs olyan lehetőség, hogy megköszönjük. Az alapítvány elnöke azt mondja, korábban soha nem utasította el őket egyetlen önkormányzat sem, pedig évek óta rendszeresen osztanak élelmiszert az egész országban. A gyermekétkeztetés nem média cirkusz, ez áll Kriza Ákos mai közleményében. A polgármester azt írta, azért utasította vissza a gyermekétkeztetési alapítványt, mert szerinte média akciót terveztek, ehhez pedig nem akartak asszisztálni.